Folyik az ellenőrzés ebben a szekszárdi étteremben. A kontroll célja, hogy megállapítsák, felkészült-e a gyakorlati oktatóhely arra, hogy megfelelő tudással lássa el az ideérkező tanulókat. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendszeres szűréseket végez minden gyakorlati helyen, melynek keretében a szakoktatást végző felkészültségét is ellenőrzés alá vonják. Egy olyan szakértő, aki az ellenőri vizsgán részt vett, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara írt elő mindazon szakértők részére, akik ilyen nyilvántartásba vételi eljárások során részt vehetnek. Tehát az országos névjegyzékben is benne vannak. A gyakorlati helyeknek többnyire mestervizsgával rendelkező oktatóik vannak, vagy valamilyen egyéb tanúsítvánnyal, jellemzően kamarai tanúsítvánnyal rendelkeznek, és ennek megfelelően képzik az adott szakmára a tanulót. Az, hogy az egyes szakmák elsajátításához milyen tárgyi feltételeknek kell megfelelni, a képzési követelményrendszer tartalmazza. Azért van szükség erre, hogy amik a képzési kimeneti követelményben megkövetelt mind eszközök, mind képzés az oktatásért felelős személynek a papírok, tanúsítványok, mestervizsga és hasonlókat ellenőrizni kell, hiszen ők oktatják a gyerekeket, és az, hogy mindenki egy olyan képzésben részesüljön, amit elvárnak tőle, ezekre az adatokra szükség van. A kamarával ugye évente van ez a felülvizsgálat, ők akkreditálják a duális képzőhelyeket, és évente megyünk együtt egy felülvizsgálatra. Ekkor ellenőrizzük, hogy esetleg közben valaki távozott volna az alkalmazottak közül, aki addig a megbízott volt ezzel a képzéssel, ki az, aki átvette, ki az, aki tovább folytatja. És mindenki arra törekszik, hogy mind maguknak, mind a magyar gazdaságnak olyan embereket neveljen ki, akiket később tudnak majd használni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szakképzésre vállalkozó gazdálkodási egységek alapvetően felkészültek a feladatra, mely az oktatással jár. Abban az esetben, hogyha hiányosan felel meg, vagy egyáltalán nem felel meg, akkor van egy úgynevezett hiánypótlás, és a hiánypótlásnak van egy bizonyos határideje, amiben még pótolhatja a dolgokat, de mindaddig nem kerül nyilvántartásba, amíg nincs meg az összes tárgyi vagy személyi feltétel, akkor ismételt ellenőrzést végzünk, és amennyiben az új ellenőrzésnél már megfelel a feltételeknek, akkor kerülhet nyilvántartásba vételre. Ezeket a gazdálkodókat évről évre hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálják, és amennyiben valamilyen mulasztás vagy egyéb probléma adódik, akkor szankcionálási lehetőségük is lesz a jövőben. 22. január 1-től ez már élni fog. Attól függően, hogy mekkora az adott képzőhelyen a probléma, vagy a hiányosság, vagy a mulasztás, kisebb mulasztások esetén bírságolás, vagyis szankcionálás van, nagyobb probléma esetén pedig el is tilthatja az adott gazdálkodót a szakmaképzéstől. Amennyiben ez a helyzet bekövetkezne, a bírság mértéke 100 000-es nagyságrendű, mondja Pech Gábor. A végleges eltiltás pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodó szerv nem veheti igénybe a rendelkezésére álló adókedvezményeket.